Az államcsőd szélére sodródott Magyarország, miután sorra fizetésképtelenné válik hazánk egyre több intézménye. A Covid diktatúra által okozott gazdasági válság után a rezsinövelés elől menekülve. Még itt hazánk egyik leggazdagabb megye székhelyén, Győrben is bezárni kényszerült mind a két uszoda, három művelődési ház, egy múzeum, és a kiszivárgott hírek szerint ugyanerre készül a Győri Filharmónia, a színház, a Báb színház, illetve már a könyvtárok is megkezdték a korlátozásokat. Tehát számos közösségi tér, ahol eddig az emberek találkozhattak, az a Covid diktatúra után most úgy tűnik, hogy ismét bezárni kényszerül. Az állam tehát nem működik gyakorlatilag, az alapvető intézményeket sem működteti, amelyek a 21. században elvárhatók volnának, illetve az államcsőd is ugye a definíció szerint a részleges fizetés képtelenséget is jelenti. Így már egy struccpolitikát folytató kormányzat bizonygathatja, hogy nincs államcsőd, még akkor sem, amikor akár már mondjuk a nyugdíjaknak is csak a 10-20%-át tudja esetleg kifizetni. A mi figyelemfelhívó szövegértelmezésünk szerint azonban már sajnos államcsődnek lehet nevezni azt is, amikor az ilyen alapszintű intézményei nem működnek az államnak. Bár az egészségügy kapcsán is ez a vita folyamatos, viszont lényegében az egészségügy sem működik, csak annak köszönhető, hogy még valamilyen szinten elérhető, hogy nagyon sokan tehermentesítik az állami egészségügyet, akár a fizetős egészségügy igénybevételével, akár egy korai halállal, mielőtt a váró listákon sor kerülne az életmentő beavatkozásra. Sajnos tehát államcsődről igenis beszélhetünk, és azt is kijelenthetjük, hogy vissza a kommunizmusba jeligével zárt be itt Győrben is az összes uszoda, hiszen utoljára a szocializmus évtizedeiben fordult elő, beszámítva legalábbis a Covid diktatúra alatti korlátozásokat, hogy nem elérhető a megyeszékhelyen egy uszoda, amelyet szerte a környező településekről is, a régióból is többen természetesen igénybe vettek. Rendkívül nagy a felelőssége a Mi Hazánk mozgalomnak, mint konstruktív ellenzéki erőnek, hiszen most mi felkínáljuk azokat a megoldási javaslatainkat, illetve azokat a programpontjainkat, amelyek alapján le kell számolni nem csak egy újabb Covid-ra történő gazdaság korlátozással, hanem azzal a gazdasági embargóval is például, amit sajnos például Oroszországgal szemben a magyar kormányzat is az elmúlt években szó nélkül támogatott az Európai Unióban, így különösen a magyar mezőgazdaságot és a magyar mezőgazdaságra épülő feldolgozó ipart sújtotta az az elvileg oroszokat célzó embargó, amely a magyar nemzetgazdaságnak is nagyon súlyos károkat okozott. Ide jutottunk tehát, hogy az alapvető élet minőséget is korlátozva, az élet színvonalat csökkentve megnehezítik az emberek mindennapjait, és a Mi Hazánk mozgalom pedig igyekszik konstruktív ellenzékiként javaslatokat megfogalmazni, így például a győri uszodák bezárásával kapcsolatban is. És akkor Ferenc Gergő, mint a Győr-Moson-Sopron vármegyei elnökünk, hiszen regionális problémákat is jelent ezeknek az uszodáknak a bezárása. Ő az, aki kidolgozott néhány javaslatot egyébként az uszodák üzemeltetésére vonatkozóan is. Köszönöm. Igen, valóban egy regionális problémával állunk szembe, hiszen ezt a uszodát, és ezt is a másik Győrben bezárt uszodát is, az Aqua Sportközpontot nem csak győriek használták, lévén, hogy például a Rába közben egyáltalán nincs is ilyen létesítmény, ott aki úszni szeretne, vagy vízisportot, az a kedvenc időtöltése például, az csak a nyári időszakban a nyitva tartó strandokon tudott, vagy esetleg a Rábába lehet egy jót fürdeni, ugye, de hát ez nem megoldás. Fedett uszodára igenis szükségünk van. Hát tudjuk azt, hogy makroökonómia alaptétel, hogy az emberek egy válság esetén sportról és kultúráról mondanak le legelőször, utána következik minden egyéb más. Nyilván így van ez az államnál is, és az önkormányzatoknál is. De ugye azt is tudjuk ebből a tankönyvből, amiből ezt olvastam, hogy az állam igaz, hogy jó adós, de nagyon rossz gazda. Ez látható itt is, hogy egyszerre pánik bezárásokkal reagálnak a önkormányzatok, az állami cégek, a
válságra. Azért Mi Hazánk mozgalom nem egy hőbörgő politikát folytatva, hanem javaslatokat próbálunk tenni. Annak kapcsán is, hogy az embereknek legyen jobb, a magyar embereknek jobb életminőséget tudjunk biztosítani ezekben a szűkös időkben is. És ez a javaslatunk például az uszodák, de akár a közösségi terek nyitvatartásával kapcsolatban is, hogy ha már a városoknak, az önkormányzatoknak úgy sincs bevételük, hiszen itt állunk egy bezárt épület előtt, akkor adjuk oda üzemeltetésre vállalkozóknak. Aki vállalja azt, hogy egy bizonyos meghatározott időpontban, ha hét nem is minden napján, de egy szűkített nyitvatartással, igenis legyenek nyitva ezek az intézmények, hiszen van az a réteg, vannak azok az emberek, akik igénybe vennék ezt a szolgáltatást, akár sportolásra, akár egészségügyi célból is a sportlétesítményekre gondolva, de hát szükség van a hétvégi összejövetelekre, szakkörökre, azokban a szintén sajnos bezárt közintézményekbe, kultúrházakba, esetleg a könyvtárba, amit szintén nyitva lehetne tartani vállalkozási alapon, hogy legalább arra az időszakra terjedő rezsit kitermeljék azok a bérbevevők, vagy bérlet, vagy jegyvásárlók, akik igénybe szeretnék venni ezeket a szolgáltatásokat. A Mi Hazánk mozgalomnak van javaslata erre a problémára is, csak ugye valószínűleg lesz söpörve az asztalról ez is, sajnos, pedig egy megfontolandó és nagyon egyszerűen véghez vihető megoldási javaslatunk ezzel a bezárásokkal kapcsolatosan. Valóban országos problémával állunk szemben, és a kormányzati ígéret szegések miatt jutottunk ide, hiszen a rezsicsökkentés megvédése helyett valójában a rezsinövelés van most napirenden, az önkormányzatok számára különösen, és az életminőség ilyen szintű rontása ez elfogadhatatlan, éppen ezért szeretnénk, hogyha megfogadnák ezeket a javaslatainkat. Elfogadhatatlan az, hogy az egyik leggazdagabb megyeszékhelyen mind a két uszodát bezárják. Az, hogy mind a két uszodát bezárják, és még nincs nyitva csökkentett nyitvatartással sem, emelt jegyárak mellett sem, ez teljességgel elfogadhatatlan, és ezek a problémák ráadásul a Covid-diktatúra által okozott hosszú távú következményekhez hasonlóan az egészségügyben is le fognak csapódni, hiszen nyilvánvalóan sokan egészségmegóvási célzattal is járnak ide sportolni, tehát nem pusztán szórakozásról van szó, és alapvető úszástudás elsajátításáról például fiatalok esetében, hanem az egészségügy fogja sajnos ezeket a költségeket végül viselni, hogyha a betegségek mértéke összársadalmi szinten fokozódni fog.